emberi kapcsolat, egy család, barátság, ilyenek. Az, hogy szeretnek, és hogy van, kit szeretnek. A család és az egészség, most például ez a két fogalmi kör vetekszik nálam a legmagasabb értékek körében. Politikusoknak szerintem, én legalábbis magam egészen biztos, hogy ezt tapasztaltam, nagyon fontos az, hogy miből tudnak töltekezni. És amikor kapok visszaigazolást arról, hogy van értelme annak, amit csinálok, az nekem nagyon fontos. Egy néni megszólított a villamoson is, mondta, hogy örül, hogy vagyok. És ez nagyon jól esett. A alkotás élménye, a jobbító szándék. Meg a hit, hogy egy kicsit jobbá tudom tenni ezt a világot. És hát nyilván megvan bennem az igény, hogy nap mint nap jobb legyek, fejlődjek. Úgyhogy ezek a dolgok, ezek viszik előre az embert. Szerintem egy tulajdonság nincsen, ezek ilyen komplex együttállások. Az empátiát fontosnak tartom. Meg kell érteni, hogy minden embernek vannak olyan szempontjai, amit figyelembe kell venni. És én ezt például a férfiaknál is sokra tartom. Azt a kivételes tulajdonságukat, hogy a hölgyek lehetnek anyák, tehát szülő, nők, hogy így fogalmazzam meg. Azt mondanám, hogy talán az, ami miatt ellentétesek, hogy pontosan ellentétei a nőknek. Én is tudom, hogy nekem is van hibám, lehet, hogy mások még többet is látnak ebből, mint amennyit én saját magamból, és én próbálom másoknak az ilyen csetléseit, botlásait, hibáit tolerálni és megérteni, és valahogy ezt várom másoktól is. Alapvetően én hirtelen haragú vagyok, amely gyorsan elszáll, tehát valójában meg tudok bocsátani sok dolgot. A tévedés vagy a feledékenység, ezek talán még azok a körök, amiben bizonyos esetekben elnéző tud, vagy megértő tud lenni az ember. Mert hát olyanok vagyunk, hogy ez velünk is megtörténhet. A szüleimtől kaptam nagy segítséget, amikor ők segítettek, támogattak a tanulmányaimban. A politikusi pályában pedig a férjem, önélküle ez a produkció nem jöhetett volna létre. Talán édesanyámtól, hogy megszült. Hát először is az, hogy én például élek. Ez a legnagyobb köszönet. Ebből adódik minden. A legnagyobb segítség, amit én az életemben kaptam, az a szüleimtől volt. És pedig az, hogy tanulhattam. Az első gyermekem megszületése, azt hiszem, az a mai napig olyan élesen él bennem, amikor először a kezembe adták. Még a legjobb, meg a legrosszabb pillanatok is azért jól tanuljunk belőlük, és utána az beépül a személyiségbe. Én ez esetben egy negatív élmény előtti pillanatot szeretnék újraélni, hogy az ne történjen meg. Azt hiszem, hogy az a pillanat lenne, amikor az édesapám és a nagyszüleim is még ott ültek az ünnepi asztalnál.